azért vagy itt, hogy mindent láss. Hogy értsd a szót, olvasd az írás. Yeah. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj. Hogy az égbe szállj, nehogy a porba húj, nehogy a porba húj. Azért vagy itt, hogy mindent láss. Majdnem pontosan egy évvel ezelőtt kezdtük el a jubileumi előadásokat, és mi azt gondoltuk, hogy 2008-ban lesz vele talán 10 fellépésünk. Aztán 14 koncert lett, de már 10 is egy ilyen nagyra látó számnak tűnt. Aztán 14 koncert lett belőle, aztán 2009-ben is a meghívások hatására folytatódott az előadás sorozat, akkor azt hittük, hogy már tavasszal vége van, akkor még meghívtak a Volt Fesztiválra, aztán a Volt Fesztivál után még meghívtak például ilyen helyszínekre is, mint a mai ünnepség sorozat egyik fellépője lehetünk itt, és szeptember 4-én Dunaújvárosban lezárul a jubileumi turné, tehát a 40+1-nél maradunk, ez most már éppen a harmad virágzását éli, mert ez a harmadik repertoár, meg a harmadik nekifutás, amivel játsszuk ezt az előadás sorozatot. Ugyanakkor az ember belegondol, hogy nem egészen egy évet turnéztunk ezzel a turnéval. Hát szerencsésebb országok, szerencsésebb fiai évekig turnéznak ugyanazzal a műsorral. Nekünk megadatott az, hogy a közönség kegyelméből sok koncertünk lehetett, és mindig ilyen kis finom hangolásokkal, egy-két nóta cserével a repertoár megkavarásával tartottuk ébren a közönség figyelmét, meg a magunkét is. Egyébként lehet, hogy visszanyúlsz majd ehhez a hangulathoz, stílushoz, mert nekem például voltak olyan számaid, amik most tetszettek meg ebben az áthangszerelt verzióban. Nem hát lehetetlen, dal az csak dal. Az a hangszerelés az meg csak a ruhája. Tehát lehet csődni, csavarni a dolgokat, a Majom a ketrezben szám, hogy egyet kiemeljek, az rock verzióban is megél, és nagyon ilyen bensőséges, egyszázongorás verzióban is működik. Egy jó dalnak azért illik mindenféle hangszerelési közegben megszólalnia. Én a hangszerelési kérdéseknek sokkal kevésbé tulajdonítok jelentőséget, mint azok, akik ilyen műfaj hívők. Tehát van, aki csak rockot hallgat, van, aki meg csak tánzenét. Én szerintem, ha így gondolkodunk, akkor megfosztjuk magunkat egy csomó élménytől. Én azt élvezem, hogy ezek a dalok sok formában működőképesek, és mindig igyekszem is kihasználni ezt a tulajdonságukat. Tehát volt már akusztikus koncertem korábban, és vonósokkal turnéztunk 2003-ban az Andante során. Voltak elég durva rockbuliaink is. Most a rockosabb hangvételhez fogunk visszatérni 2010-ben, de egyáltalán lehetetlen, sőt, szinte törvényszerű, hogy előbb-utóbb egy belsőségesebb hangulatú koncertezéshez megint vissza fogunk nyúlni. Az valószínűleg nem ilyen lesz, mint ahogy ez is hasonlít bizonyos elemeiben a 6 évvel ezelőtti Andantéra, de mégsem azonos vele, sőt, nagyon is különbözik. De a hangütésében lehet mondani, hogy rockolnak két dolog. És gondolod, hogy majd a Kossuth téren lehet egy ilyen bensőséges hangulatú koncertet adni? Nem tudom, hányan lesznek. Mi mindegy, hogy 50-en vagy 50 000-en vannak, mindig azoknak játszunk, akik eljöttek, tehát nem méricskéljük a tömeget. A mai estén annak az előadásnak, amelyel már két koncertet adhattunk itt Hódmezővásárhelyen, pont itt a Fekete Sasnak ebben a gyönyörű báltermében, annak a koncertnek egy sajátosan átdolgozott verzióját fogjuk játszani. A smokingok is lekerülnek, mert a szabadtéren abszolút nem élne meg. A világítás, a látványtechnika, a vetítés is csiszolódott, formálódott a turné során, tehát nem elégedtünk meg azzal, amit a bemutató során színpadra állítottunk, hanem folyamatosan változott, fejlődött a műsor. Ugyanakkor a hangütése mégis ugyanaz. Hát ezt meg fogjuk kísérelni. Az elmúlt héten Siófokon, szabadtéren először szólalt meg ez a jubileumi műsor, és hihetetlen nagy siker volt, úgyhogy ami annak is betudható, hogy talán önmagában működik ez az előadás, meg hát a finom hangolások során azt is figyelembe vettük, hogy most szabadtéren nagyobb közönségnek fogunk játszani. Tehát az ismertebb dalokat részesítettük előnyben, a repertoárban több csere is történt, és hát a hangütése is egy kicsit más, de a lényege nem változott. Vágytól részegen ébredő erő, tavaszi indulat mélyre tör.
forró szavát, veled együtt értem meg. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég. A szemünkben ég a tűz. Minden, ami szép volt, minden, ami ránk várhat még, már bennünk van rég. A szemünkben ég. Nekem a legmeglepőbb dolog nem az volt, hogy te itt adsz koncertet most 20. alkalmából, hanem hogy 20-án te mondod az ünnepi beszédet majd a Szent István téren. Nyilván az nem meglepő, hogy az ember a politikai hovatartozását, azt, hogy jobboldali érzelmű vagy, ezt már többször is így kinyilatkoztattad és nem titkoltad, de ilyenkor egy ilyen augusztus 20-ai ünnepen azt hiszem, hogy szinte kötelező is egy olyan fajta üzenetet adni az embereknek, ha már valaki elvállal egy ilyen köszöntő beszédet, ami felhívja arra a figyelmet, hogy hová tart ez az ország, vagy hogy hol vagyunk. Mi az, amit te szeretnél holnap üzenni? Hát számomra legalább akkora meglepetés volt ez a fölkérés, és mondhatom, hogy szelíd és később már kevésbé szelíd erőszaknak engedve mondok el egy ilyen beszédet, magamtól soha nem mondanék ilyen beszédet. De ha már felkértek, akkor azt fogom mondani, és ilyen kedvesen ragaszkodtak hozzám, akkor én azt fogom mondani, amit valóban gondolok, tehát nem szeretnék én egy ünnepi szónok pozitúrájába vágva magamat valami az emberek feje fölött elbeszélni. Én arról akarok beszélni, hogy én nem jobb vagy baloldali érzelmű vagyok, és sosem mondtam, hogy jobbos vagyok, rám sütötték ezerszer, meg betettek ebbe a fiókba, mert hogy a magyar média jelentős része az balra húz, ezt kár volna tagadni. Nekik az az egyszerűbb, hogy aki nincs velünk, azt nyilván a másik fiókra kell főcímkézni. Én ezerszer elmondtam már, nem jobbos vagy balos vagyok, hanem normális. Aggódom a hazámért, konzervatív vagyok, megőrző vagyok, szerették megőrizni valamit abból, amit kaptam. Ezt az országot kölcsön kaptuk mi mindannyian. Most viszonylag fiatal vagy középkorú felnőttek vagyunk, most a mi kezelésünkben van ez az ország, lett legyen akármi a szakmánk, a cipő felső részkészítőtől a metrókocsi segédvezetőn át, ha nem tudom, a miniszterelnök úrig. Viszont csak időlegesen van nálunk, és ezt oda kell adni majd a gyerekeinknek. Na most, hogyha ezt ilyen állapotban adjuk tovább, akkor nem lehetünk nagyon büszkék magunkra. És szerintem ezt az állapotot le kell jelölni. Ott kezdődik az én beszédem, hogy az emberek jelentős része, hogyha megkérdezzük az utcán, az utca emberét, fogalmuk nincsen, hogy augusztus 20-án mit ünneplünk. Hadoválnak össze-vissza egy kérdésre, szegények, mert zűrzavar van a fejükbe, alkotmányról beszélnek, meg István a király, meg ilyeneket mondanak, meg új kenyér, meg szóval ez a néhány évtizedes szellemi elsötétítés, ez megtette a hatását. Az emberek elfelejtették, hogy az ezer éves magyar államiságot ünnepeljük, azt, hogy Szent István fölajánlotta ezt az országot az égbe. Na most erről ma szinte beszélni se lehet, mert ha erről beszél az ember, mindjárt kiszerkesztik különböző honlapokon, ha ezt elmondom valahol, akkor alá jönnek a kommentek, hogy Ákos annyira klerikális, hogy már nem lehet kibírni. Nem, mintha ez engem különösen megrendítene. Hát én arról akarok beszélni, hogy ez egy keresztény ünnep, barátaim, mert alapvetően ez egy keresztény ország. Csak erről már nagyon nehéz gondolkodni is, mert a gondolkodásnak a tereit elfoglalt egy másik gondolat, ami történetesen keresztény ellenes. Folyamatban van egy új album, ami egy ilyen rokkosabb, keményebb stílus. Mit lehet majd ettől várni? Hát a legkevesebb az, hogy az ember nem vár semmit egy ilyen, mert először is hát nincs földrengés, ha megjelenik egy rocklemez, tehát ez egy új dalokat tartalmazó albumnak készül, hogy mikor lesz kész, azt nem tudom. A dalok már kész vannak, van 14, mondjuk így, dalra való zenei ötletem. Van 4 dalszövegem, amelyeket már vállalhatónak érzek. Nagy megkönnyebbülés számomra, hogy ezeket megszültem, mert minden lemez után úgy érzem, hogy soha többé nem leszek képes írni semmit. És ha szépen lassan elkezdenek szivárogni az ötletek, akkor az egy nagyon jó érzés. Úgyhogy én nem ilyen albumokban gondolkodom, mert a dalok tudják, hogy mikor vannak kész. Tehát amikor egy albumnyi dal kész van, akkor kiadunk egy albumot. Én most nem akarom megmondani, hogy ez mikor lesz, mert fogalmam sincs, mert velem is csak történik a dolog. Szerintem nagyjából 2010 őszére jöhet egy új stúdióalbum, előtte turnézni fogunk,
teljesen új repertoárral, amiben már új dalokat is fogunk bemutatni. Tehát 2010 késő tavaszán, nyarán egy rockbandával fogom járni az országot. Tehát remélem, hogy ide is eljutunk majd újra.